kövecseg, vigyázz, nekem semmi célkoz Budapest nem szeret. Kapok nagy a fejem. Visszarendelnek? Washingtonból áthelyeznek egy másik ország követségére, vagy hazamész Görögországba? Én megyek Washington nagy repülő. És visszajössz? És jövök. Mikor? Két hét meg egy. Szeretett Budapestet? Budapesti, jó. Nagy jó pofa, csuda az egész. A film főszereplőjét Viktort az akkor 22 esztendős Harsányi Gábor alakította. Köszöntjük a Librettóban a Kossuth és kétszeres Jászai Maria színművészt, írót, rendezőt. Szervusz, Isten hozott! Hát köszönöm, hogy meghívtatok, nagyon aranyosak vagytok. Mit sem változtál? Hát persze, csak elteltem tományébb, hát borzalmas. Így nézni magamat, hogy ilyen is voltam valamikor. Hát nagyon aranyosak vagytok, hogy meghívtak. Ez nekem egy csodálatos élmény, ez a Jó estét nyár. Hát csináltam életemben legalább majdnem 100 tévéfilmet, köztük sok filmet, de ez valahogy kiemelkedett. Ez, meg az Egy óra múlva, meg még egy pár. Szóval kiemelkedett, és állandóan újra, meg újra játsszák. Ugye, ahogy a Pécsi Sanyi bácsi mondta annak. Igen, az egy nagyon szép mondat és gondolat, hogyha, ugye ő mondta neked, igen, hogyha még 50 év múlva is játsszák azt a filmet, akkor színészként elmondhatod, hogy elértél valamit. Pont. Hát akkor te többszörösen is elmondhatod. Mert nem is játsszák, hanem a folytatáson gondolkodom. Valóban így van. Tudod, az a helyzet, hogy ennyi idős korban az emberek általában eltunyulnak, nézik a tévét, vagy valahogy úgy érzik, hogy nincs értelme már. Én ezt nagy hibának tartom. Pontosan arról van szó, hogy ennyi idős korban van idő arra, hogy egy kicsit tervezgessen, álmodozzon, és a vágyait megpróbálja meg. Hát ilyen vágyam nekem ez a Jó estét nyár folytatása. Most képzeljétek el, azt írtam meg, hogy ugye ott fejeződik be a Jó estét nyár, aki látta, tudja, aki nem, annak most elmondom, hogy a sötét ruhás fiú gyilkolt. Na most itt vége van a filmnek. Hát itt nem lehet vége, Jó estét nyár, Jó estét nyár. Hát nem, a kérdés innentől kezdve már csak az, hogy te hogy gondolod, hogy hogyan lehetne folytatni? Hát én azt gondoltam, ugye, hogy elítélik, életfogytiglanit kap, és most képzeljétek el, hogy 40 év után kijön a börtönből, természetesen én játszom. Kijön a börtönbe ezzel az arccal, és ezekkel a ráncokkal, és belecsöppen a 21. század digitális világába. Na vajon mi lesz vele? Egyébként szerinted ez lesz a legnagyobb kihívása? Az ő 40 évvel későbbi szerepének az életben? Tehát, hogy a digitális világ, vagy más is változik ebben a korban? Vajon hogy tudja újra kezdeni az életét? Beleesik megint a bűnözésbe? Végig megy ugyanazokon a stációkon természetesen, bűnözők közé kerül, sőt, még a migránsokkal is találkozik. De végül ugye a börtönben megtanul két nyelvet tökéletesen, a franciát és az angolt, és hát ebből nagyszerűen kezd élni, és hát a happy enddel zárul természetesen, ugye hát nem lehet másképpen. Az is igaz, hogy sorozatra tervezem, de hát ugye álmok, édes álmok, de legyenek álmok. Egy idős korban igenis az ember merjen álmodni, pláne akkor, amikor annyi fiatal tehetség van, és van egy kis csoport, nagyszerű rendezők, nagyszerű producerek, forgatókönyvírók, akik úgy csatlakoztak hozzám, és köröttem vannak, és együtt próbáljuk meg, és hát majd meglátjuk, hogy aztán tudunk-e pénzt szerezni rá, hogy igazán valami van, valami akad, de hát még azért ez odébb van. Mindenesetre együtt dolgozunk, és ez megint nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy az ember kapcsolatot tartson a fiatalokkal, átadja a tapasztalatát. Ezek a fiatalok nagyon tisztelettudóak, szeretnek engem, én meg imádom az ők tehetségüket, fiatalságukat, és a technikai tudásukat. Hát igen, mert ez egy kölcsönös kapcsolat, tehát nem csak ők profitálnak belőled, de te is tudsz táplálkozni, inspirálódni általuk. Pontosan így van, és ez a közös munka, ez esetleg adhat megint egy olyan lehetőséget, hogy megállítanak az utcán, amit, hogyha megvalósul a film, és simogatnak, és minden, hogy nagyszerű volt, meg a néni, azt soha nem felejtem, egy idős néni megállította, amikor bemutatták a Jó estét nyár, Jó estét szerelmet. A filmen megállított, rám nézett, és azt mondta, jaj,
Jó volt ez, és maga az ugye, aki megölt azt a szép tordai tejt. Mondom, hát igen, igen, én vagyok, és mikor lesz a temetésem, mondta az én. Megölted, nem ölted, a görög diplomata karaktere, jól gondolom, hogy igazából a te pályádat azt határozta meg, azt tett egy... Hát meg olyan, Vince. Meg Vince egy olyan sztárrá, amiért az utcán téged lépten nyomon megállítottak? Hát tudod, megint csak Pécsi Sanyi Sácsra tudok gondolni, valóban az van, hogyha az életben sok, mondta Sanyi, vagy sok filmet csinál az ember, vagy sok tévéfilmet, de ha egy olyan van, csak egy, ami maradandó és kiemelkedő, akkor már színésznek mondhatod magad. Persze, hát ez egy trambulin volt, aztán jött az Egy óra múlva itt vagyok, meg a mesefilmek, a palacsintás, de én ezelőtt már dolgoztam a Szász Péterrel egy nagyszerű filmen, a Fiúk a térről, ahol Szász Péter összegyűjtött a mostani Kossuth díjasokat tulajdonképpen, nagyon-nagyon jó szemmel és remek pedagógiai érzékkel. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha ebből sikerülne egy filmet csinálni, és szóval annyira beleélem magam, hogy szinte látom a lehetőségeket, látom azt, hogy vajon mi lesz ebből az emberből, megzavarja ez a világ, be tud-e illeszkedni, vagy már nagyon megöregedett, vagy pontosan arról van szó, hogy nem, még vannak tervei is. Hát én azt hiszem, hogyha sikerül, akkor megint az van, hogy talán az utcán a nénik, meg a bácsik, meg az emberek megállítanak, és mondják, hogy köszönöm, köszönöm, én magán nőttem fel. Ugye mondtad, hogy micsoda a szemmel és érzékkel dolgoztak már annak idején is a rendezők. Hát tényleg visszatérve még a Jó estét nyár, Jó estét szerelem című filmről, hogy micsoda szereposztásban játszottátok azt is. Tehát csoda, és most mondod, hogy a fiatalokkal mennyire szeretett körülvenni nagyon magad. És nem csak a film és a forgatókönyv az, ami izgat téged, és ami ennyire élénken tart, de ugye több könyvet is írtál már, és készülsz is újabb kötetekkel. Ezekről tudsz egy kicsit nekünk mesélni? Hát talán szerénytelenségnek hangzik, de hát alapvetően szerény ember vagyok, de el kell, hogy mondjam, hogy én imádok írni, és írószövetségi tag vagyok. Ez annyit jelent, hogy megfelelő színvonalon írok. 18 színdarabom van, 4 forgatókönyvem. Ezekben a 4 forgatókönyvben dolgoznak be a fiatalok. És ezt a 18 színdarabot, ezzel már végigjártam az országot, igen, igen nagy sikerrel, és ezt rendezem most könyvbe, szintén fiatalokkal. Úgyhogy hát remélem, hogy valami olyasmi jön majd ki. Hát sajnos a könyvhétre nem fogom tudni megcsinálni, de hát majd meglátjuk. Ugyanakkor ugye, mint ahogy mondtam, imádok írni, ez az életem másik része, a szívem csücskébe belefér. Van egy ilyen oldalam, Hasenyi Gábor színvész oldal, ezt a pandémia óta csinálom, és hát nagyon szép, rendszerűen sok ember kezd most már lenni, és szeretik. Hát különösen a középkortól fölfelé, de azért sok fiatal is. És szerintem a fiatalok is, művész úr, nekünk nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy egy igazi színész legendával beszélgethettünk. Köszönjük szépen. És úgy írd azt a forgatókönyvet, hogy a végére koncentrálja, az örök folytatásra érdemes. Köszönjük szépen. Köszönöm a kedvességteket. Köszönöm.